Akár egy sávváltás is veszélyes lehet, derült ki egy sajtótájékoztatón, ahol a szemünk előtt került bajba egy igazi családi autó. A sofőr persze nem jó kedvében farolgatott, hanem azért, hogy ellenőrzött körülmények között mutassa be, milyen gondok adódhatnak, ha nem megfelelő a guminyomás a gépkocsinkon lévő kerekekben. Nem arra gyártják a gumiabroncsot, hogy az oldalfalán járjunk, és az így tulajdonképpen a nyomás által ad egy tartást a futófelületnek, és ezáltal stabilizálja a járművet. Ez itt most megváltozik, hiszen sajnos kidőlünk rá ennél az alacsony nyomásnál, ami most egy látványos elem, hogy megmutatjuk alacsony nyomásnál, de ugyanezt érjük el, amikor a család aki a utazásra. Így néz ki az autógumi, ha 2,1 bárnyomás helyett csak 1,9 van benne. A szakemberek szerint ez szabad szemmel még gyakorlatvezető is ritkán veszi észre. A veszély ugyanakkor ott leselkedik ránk, hiszen ha négyen csomagokkal megrakva ülnek egy olyan autóban, ahol veszélyesen alacsony a nyomás, komoly gondok lehetnek. Éppen ezért nem árt az elővigyázatosság. Egész egyszerűen arról szól, hogy egy nyaralás előtt, amikor úgyis elmegyünk tankolni, akkor kérjük meg a benzinkutast, hogy nyissa ki a tanksapkafedelet, általában ott vagy az autónak valamelyik oszlopán föl van írva, hogy normál használat, illetve túlterhelt használat esetén milyen guminyomást kell beállítani az első, illetve hátsó tengely abroncsain, és erre a guminyomásra állítassuk be a benzinkutassal, aki miközben mi megiszunk egy kávét, ezt az alatt 3-5 perc alatt el tudja végezni. Ez egy nagyon fontos dolog. Ha már ezt megtesszük, akkor nagyon sokat tettünk a családunk biztonságáért. Egy szó mint száz, az óvatosság többféle vonatkozásban is fontos. A nyárra legalább olyan komolyan érdemes készülni, mint a téli autózásra. Ezt már Kis Csaba rendőr alezredes mondja, aki szerint 1000 apróság van, aminek hiánya elronthatja a nyaralást. Aki hosszú útra indul el, akár egyedül, akár a családdal, az készüljön fel, teletankkal, megfelelő műszaki állapotú autóval, ahogy itt látható volt, a gumik állapotára nagyon figyelni, innivaló legyen a kocsiba, ennivaló legyen a kocsiba, és minden olyan okmány megfelelő érvényességű legyen, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ne büntessen meg a rendőrség, hogyha lejárt a műszaki engedély, lejárt a forgalminak a érvényessége, vagy a vezető engedélynek az érvényessége. Tehát ezek mind ilyen pici kis figyelmességek, de nagyon elronthatója lehet a békés nyaralásnak. Összefoglalva tehát legyünk körültekintőek, és amikor nekiindulunk egy hosszabb túrának, amellett, hogy ellenőrizzük, van-e nálunk útlevél, nézessük meg az első benzinkúton a guminyomást is, állítsuk a terheléshez megfelelően. Telerakott autóba nagyobb guminyomás kell, mintha egyedül utaznánk.